Előre szólok, hogy ebben a videóban olyan pszichológiai tényekről rántjuk le a leplát, amiket, hogyha megértesz, akkor később rosszra is fel tudod használni. Tehát arra kérlek, hogy ezeket, amiket itt tanulsz, etikusan használd. Ide is hozzam. Idehozom. Ma nem másról fogunk beszélni, mint az evolúciós pszichológiáról, aminek David M. Bass az írója. Ezt a könyvet nehezebb volt beszerezni, mint a... Ne, hogy nem tudtam mit mondani. Mint valami rohadt ritka dolgot. 23 ezerért vettem meg, de amúgy most már Kokesz azt mondta, hogy 70 ezerért látta kb. Az interneten, úgyhogy ennyire felment az értéke. Lehet, vennem kellett volna belőle vagy 100-at, és akkor most jól járnék. David M. Bassról azt kell tudni, hogy benne van a világon a top 10 legtöbbet idézett pszichológus között, tehát hogy egy ultra nagy zseniről van szó. Rengeteg könyvet olvastam a pszichológiáról és az emberi gondolkodásról, de magasan azt kell mondanom, hogy ez volt a legjobb. Olyan dolgokat tanulhattam meg belőle, amiket eddig is tudtam, és végig itt voltak az orrom előtt, de nem tudtam összekötni a pontokat, hogy mi miért történik. Tehát a miértekre kaptam választ ebből a könyvből. Például, hogy a nők azért kedvelik a gazdag férfiakat, mert ők biztonságot jelentenek számukra. Úgyhogy most figyelj, készíts be a popcorn, mert ebből a videóból rengeteget fogsz tanulni. Elosztam neked a három legfontosabb evolúciós pszichológiai elvet, amiket, hogyha megértesz, akkor lényegesen megváltozik az életed. A videó végén pedig elmondok pár olyan dolgot, amiről biztos, hogy hallottál, de 99% az esélye, hogy nem tudtad, hogy miért történnek. Az első, hogy mi a célja az emberi fajnak. Tehát értsük meg, hogy miért történik. Mindkettő nemnek az a célja, hogy utódokat hozzon a világra, és hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse meg nekik. De erre majd visszautalok egy picit később. Második a természetes kiválasztódás. Ugye Darwin mondta azt, hogy nem azok a fajok maradnak életben, amik a legerősebbek vagy a legokosabbak, hanem azok, akik a leggyorsabban tudnak alkalmazkodni a kialakult helyzetekhez. Darwin annó megfigyelte, hogy a madarak, amik az egyik szigeten voltak, teljesen átalakultak egy másik madárfajból. A lényeg pedig az volt, hogy azon a szigeten csak magvak voltak, és azokat a magvakat fel kellett törni valahogy. Így azoknak a madaraknak, akik ezen a szigeten voltak, a csőrük előbb-utóbb így átalakult, és sokkal nagyobb csőrük volt, amivel jobban fel tudták törni a magvakat. Emiatt, akinek nem volt nagy csőre és nem tudta feltörni a magvakat, azok előbb-utóbb kihaltak. És azok maradtak csak életben, akiknek nagy csőrük volt, és akik fel tudták törni ezeket a magvakat. Ez a természetes kiválasztódás. A szarvasoknál például sokkal nagyobbak a hímek. Azért, mert ők megharcolnak a nőstényért. És azok a szarvasok, akik nagyok, azok nyernek, és tudnak párosodni és új utódokat nemzeni. Azonban azok, akik nem nyernek, azok előbb-utóbb egyedül meghalnak. Így az a vérvonal teljesen kihal. Csak az a vérvonal megy tovább, amik nagyok és fizikálisan erősek. Nagyon érdekes, hogy a kiválasztódás azokat a dolgokat helyezi előtérbe, amik előnyt adnak neked az életed első felében. És tök mindegy, hogy az életed második felében az nehézséget fog okozni. Mondok egy példát, a madaraknál, hogy nagyobb a csőröd, és fel tudod törni ezeket a magvakat, az egy előnyt ad neked az életed első felében. De lehet, hogy a nagy csőr miatt, amikor idős lesz a madár, már nem tud jól repülni, mert lehúzza a fejét. De ez már a természetes kiválasztódást nem érdekli. Tehát általában azokat szokta preferálni a természetes kiválasztódás, ami a fiatal korban ad előnyt. Harmadik pedig nem más, mint a szexuális kiválasztódás. A nők azokat a férfiakat kedvelik, akiknek vannak erőforrásaik, vagy éppen megvan a kellő tudásuk, hogy erőforrásokat szerezzenek. Nem érdekes, hogy a Tinderen és a különböző társkereső oldalakon a nők nagyobb arányban húznak jobbra olyan embereket, akinek a képein az látszik, hogy neki vannak erőforrásai. Ez pedig hogy látszik? Úgy, hogy pénze van, tehát milyen kocsik mellett van, milyen háza van, milyen élményeket vett meg magának. Azért, mert a nők ebből tudják leszűrni egy kép alapján csak, hogy neki van erőforrása, avagy sem. Nagyon érdekes, hogy a nőknek a nagy része úgy gondolja, hogy ha a saját partnerük nem képes arra, hogy ő nekik biztonságot adjon, és itt a pénzbeli biztonság is ide számít, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy szakítanak tőle. Hogy szakítanak vele. Pontosan amiatt, hogy a nőnek az utódja biztonságban legyen, tehát amit mondtam is, lehető legjobb körülményeket szeretné neki teremteni. A nők az idősebb férfiakat kedvelik, még az is megvan, hogy átlagosan 3,5 éve idősebbeket. És azért az idősebbeket, mert nagyobb az esélye, hogy neki már vannak erőforrásai, vagy éppen kapcsolatai és kapcsolati hálója. De nem a túl öregeket szeretik, mert a túl öreg férfiak már nem képesek arra, hogy termékenyek legyenek, és hogy utódokat nemzenek. A nők az izmos férfiakat is kedvelik, kettő ok miatt. Azért, mert régen az izom egyenesen arányos volt a vadászati tudással, ami egyenesen arányos volt azzal, hogy voltak erőforrásai az adott embernek. Második, hogyha valaki izmos volt, akkor nagyobb valószínűséggel tudta megvédeni a nőt. És visszautalok, tehát a nőknek azért fontos a biztonság ennyire, hogy utódokat tudjanak világra hozni. Pár szó a könyvről. Először is brutál hosszú, méghozzá 466 oldal. Ilyen kis betűvel van írva, tehát szerintem nem is látjátok. Kicsit száraz, sőt, általában nagyon, viszont magasan a legalaposabb könyv a pszichológia témakörében. És
és amúgy nagyon nehéz. De természetesen ez is fent van a könyvklubban, és ezt is lerövidítettük, bár ez egy picit hosszabb összefoglaló lesz, mert 466 oldalt nehéz volt lerövidíteni. Na és akkor jöjjenek az érdekességek, amikről biztosan tudtál eddig, de 99% az esélye, hogy nem tudtad, miért vannak. Az első az angolul a paternity uncertainty. Tehát a férfiak sosem tudnak 100%-ig biztosak lenni abban, hogy az ő gyerekük. Ezért van az, hogy a férfiak általában sokkal féltékenyebbek, mint a nők. Mert férfiként nem tudod megmondani 100%-ig biztosan, hogy a felséged nem lépett félre valahol. A nőknél ugye 100%-ig biztos, hogy az a te gyereked, mert te hoztad világra. De a férfinél sosem tudhatod. Hányszor volt olyan, hogy egy fehér embernek egy fekete gyereke született? Következő pedig a show-off hipotézis. Tehát ez a menőzés. Régebben az ősemberek direkt a nagy állatokra mentek, mert hogyha egy nagy állatot le tudtál vadászni, amivel lehetett menőzni, akkor azt meg tudtad osztani a te szomszédjaiddal, ami miatt a szomszédok hálásak voltak neked, és ezért státuszt adtak neked. A státusz miatt pedig hozzáfértél a nőkhöz, gyerekeket tudtál nemzeni, stb. Tehát emiatt volt jó a menőzés annó. Következő az Triver teóriája, vagyis a angolul ez parental investment, tehát a szülői befektetés. Általában az a nem választ magának partnert, akinek nagyobb erőfeszítésbe kerül a gyereket a világra hozni. Ugye az embereknél az a nők, tehát ők választanak párt. Azonban a csikóhalaknál például a férfiak. A csikóhalaknál úgy van elvileg, hogy a férfiak hozzák világra a fiatal gyerekeket, vagy nem tudom mik azok kis csikóhalak, és emiatt a férfiak választanak magunknak partnert. És általában amúgy ezeknél az egyedeknél a nők nagyobbak szoktak lenni, mert a nők versengenek a férfiakért. Következő, hogy a férfiak jobban tudnak navigálni. Ez azért van, mert ugye messzebbre kellett elmenniük vadászni, és emiatt meg kellett jegyezniük azt az útvonalat, tehát jobban navigáltak. Azonban a nőknek jobb a felismerési képességük, mert neki fel kellett ismerniük a bogyókat, amiket leszettek, és meg kellett jegyezniük, tehát picit a memóriájuk is jobb. Meg kellett jegyezniük azokat, hogy mi hol van, és hogy mi az, amit meg lehet enni. Emiatt a nők jobban tudják felismerni a dolgokat, míg a férfiak jobban tudnak tájékozódni. A következő az alkohol, ami nagyon érdekes téma szerintem, hogy az alkohol az úgy jött, hogy az ősemberek leültek egy fa alá mondjuk, ami egy gyümölcsfa volt, és mert le voltak esve a gyümölcsök, amik meg voltak rohadva. És ezek megették ezeket, mert nagyon édes gyümölcsök voltak, azonban a rothadás miatt ebben már minimális alkohol is volt, 0,01%, azt hiszem etanol volt benne. Ami ahhoz eredményezett, hogy picikét be voltak csicsentve tőle. A mostani alkohol az hiszem 0,8%-os etanol szintű vagy alkohol szintű, de ez volt az, amire visszavezethető volt az egész. Főleg a cukor miatt tették, de mellékhatása volt az, hogy alkohol is volt benne. És a következő, az utolsó pedig nem más, mint a fűszerek. A fűszereket azért használták régen, hogy megöljék a baktériumokat. És hogyha megnézed, az emberek a melegebb éghajlatokon jóval több fűszert használnak, azért mert gyorsabban megromolhatnak az ételek, és emiatt a sok fűszerrel megpróbálják ezeket a baktériumokat kiölni. Ez nagyon-nagyon durván visszavezethető az őskorra, vagy egy kicsit visszább, de emiatt van. Eszméletlenül érdekes témakör nekem, tényleg most ez az egyik kedvenc témaköröm, meg a viselkedés tudomány. Remélem, hogy neked is tetszett. Hogyha igen, és szeretnél ilyen témából olvasni, akkor lent megtalálod a blogunkat, ami tök ingyenes, és heti egy cikk van rajta. Ha pedig tetszett, mindenképpen iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!